nézést, ilyet nem szokott csinálni, harmadszor azért általában el szokta kezdeni a felvételt. Na jó, most úgy látom nem nagyon akarja, úgyhogy még egy utolsó kísérlet, és aztán akkor belekezdünk felvétel nélkül. Maradjunk ennél a verziónál, mert ez most nagyon nem akarja az igazat. Na, akkor kezdjünk neki felvétel nélkül. Nagyon sok szeretettel üdvözlök még egyszer mindenkit, Ködmön Gábor vagyok, ha valaki nem hallotta volna az elején, később jött egy picit. Ténylegesen az a kérésem, még egyszer elmondom, hogy próbáljátok meg pontosan érkezni, hiszen pontosan szeretnék kezdeni, sokkal leszünk, egyre többen leszünk, hála Istennek, úgyhogy én úgy gondolom, meg nektek is természetesen, én úgy gondolom, hogy mindenkinek adjuk meg azt a tiszteletet, hogy kezdjük pontosan a tájékoztatót, úgyhogy aki később jön be, az le fog maradni innentől kezdve az elejéről. Jeppár.com-ról fogunk beszélni, ez egy vonalatű közösségi oldal, október 5-én, 3-án valahogy így alakult meg pontosan, akkor lépett be az első tag, és úgy gondolom, hogy egy olyan lehetőséget fogunk most mutatni, ami egy világszintű üzlet, tehát egy globális üzletről beszélünk, bárhol a világon forgalmazhatom, és mivel egy nagyon jó jutalékrendszer van mögötte, ezért nyugodtan mondhatom, hogy egy olyan lehetőség, amely átlagos ember életében egyszer adódik. Érdemes rászállni ezt a 20-25 percet, és belenézni, meghallgatni, aki még nincs tagjaink között, aki pedig már itt van, azt gondolom, hogy ezt alá is tudja nekünk támasztani. Egy kis türelmet, Karcsi, én úgy gondolom, hogy ezt a gépeden tudod beállítani, hogy ha a hangszóról van itt jobb oldal talul, akkor arra próbálj meg egy kis hangot adni. Ha ott full hangerőn van, akkor gyakorlatilag most nem fogok tudni segíteni, akkor a prezentáció után nagyon szívesen, de ennyi embert most megtartsunk akkor föl, jó? Na, akkor váltsunk szlájdot. Először is nézzük, hogy mi a cégnek a küldetése. Legjobb közösségi hálózati megoldás bevezetése és megvalósítása szakemberek és alkalmi felhasználók számára. A legjobb eszközöket biztosítjuk a hatékony hálózatépítéshez és a megfelelő eredményekhez. Úgy neveljük a partnercsapatunkat, hogy a hálózati közösségünk tagjai számára pénzügyi hasznot is termeljünk. Jó szórakozási lehetőséget biztosítunk mindenki számára, aki a portálunkra fölcsatlakozik. Legfontosabb slide jön, egy akciónk van. November 5-től indult ez az akció, és én úgy gondolom, hogy november 30-ig bizonyára ennek komoly lehetőségei lesznek. Ingyenesen csatlakozhatsz most, illetőleg ami ennél is fontosabb, hogy van mellett, hogy most ingyenesen csatlakozol, 50 euró üdvözlő bónuszt is fogsz kapni, jóvá jön neked, abban a pillanatban, ahogy prócsomagra váltasz, feliratkoztál, prócsomagra váltasz, ezt az 50 eurót meg is fogod tudni kapni. Erről majd egy kicsit részletében később fogok beszélni. Egy rendkívüli lehetőség, ugye ezt mondtam már, próbáld ki magad, semmiféle kockázatod nincs, nincs vesztenivalód, és erről is majd fogok egy kicsit később beszélni, hogy miért is merem ezt állítani. Nézzük, hogyan működik a portál. Egy Facebook stílusú közösségi hálóról beszélünk, csak meghívóval lehet csatlakozni a portálhoz, kétfajta csomaggal lehet csatlakozni, ingyenes free csomaggal, ugye ez az akció keretében merült föl, illetőleg van egy fizetős, professzionális csomag. A prócsomagos csatlakozás 10 euró egyszerű regisztrációs díjba kerül, illetőleg be kell fizetni az első havi tagsági díjat is, ez további 10 euró, összességében 6000 forintnak megfelelő összeget kell befizetni. Nincs semmiféle kötelezettséget, 30 napos pénzvisszafizetési garanciát vállal a cég. Ha bármilyen okból nem vagy megelégedve szolgáltatásainkkal, avagy netán nem jön be neked az üzlet, törölheted a tagságot, és 30 napon belül kérheted vissza a pénzedet. Szolgáltatásokról beszélnék, ez 3 dia lett gyakorlatilag. Úgy gondolom, hogy nem fogok sok újdonságot mondani azoknak, akik már jártasak egy kicsit a Facebook környékén, maximum a 3. dián. Egy reklámmentes webalapú e-mailt biztosítunk a prócsomagos tagok számára. Mit jelent ez? Kapnak egy levelezési fiókot, felhasználom még jeppar.com doménnév kiterjesztése, illetőleg egy korlátlan e-mail tárhelyet is biztosítunk számukra. Oldalakat tudsz létrehozni híreségeknek, zenekarok részére, üzleti célra. Bármilyen vállalkozásodban építsd fel, ápold a kapcsolataidat az ügyfeleiddel, vevőiddel, hiszen gyakorlatilag egy ilyen közösségi portál erre rendkívül alkalmas. Feliratkozás csak meghívóval, ugye erről már beszéltem, miután regisztráltál, meghívhatod az összes barátodat, családtagodat, akár a Facebook barátokat is. Ez ingyenes és prócsomaggal egyaránt megvalósítható funkció. Fotóalbumokat tudsz készíteni, töltsd fel képeket, hozd meg a barátaiddal, eseményeket szervezhetsz online, offline eseményekről is beszéltünk, végezhetsz bármilyen közösségi tevékenységet, ami
az etikán belül van természetesen. Következő dia, blogokat, naplókat vezethetsz, publikusan megosztott gondolataidat másokkal, felmérések, online felméréseket készítesz bármilyen témáról, apró hirdetések, ez megint egy olyan szolgáltatás, ami csak csomaggal érhető el, minősített hirdetéseket adhatsz fel, apró hirdetésekről beszélünk, munkahelyekről, autókról, ingatlanokról, bármilyen témával. Élő videó és szöveges cselegés barátokkal, valós idei videó és szöveges cselegés a tagok között, csoportos videó cselegés is lehetséges. Csoportokat tudsz létrehozni, bármilyen látogatói csoportot, klubot, ami gyakorlatilag neked szíved ügye. Közösségi fórumok, tagjaink írhatnak üzeneteket, amely az egész világ számára bárhol láthatóvá tudunk tenni. Nézzük azokat a szolgáltatásokat, amik nem jelennek meg minden közösségi portálon, mi a saját Facebook oldal, tagjaink nyomon követhetnek minden Facebook hírforrást, közvetlenül a Jeppál oldalukról természetesen, hogyha a Facebooknak a tagjai idővonalas vagy hagyományos profil oldal megjelenítés közül választhat, videóportál, Jeppál sajátja, meg tudsz osztani YouTube-os és Vimeo-s videókat, illetőleg a prócsomagos tagoknak lehetőségük van saját videók feltöltésére is a Jeppál videóportálra. Érintőképernyős mobil változat, ugye ez azt jelenti, hogy ha valaki mobiltelefonról, okostelefonról látogatja meg az oldalunkat, akkor automatikusan neki a mobil változat jelenik meg. Nézzünk egy kis különbséget, ahol elmondom most összegezni, mi a különbség az ingyenes és a prócsomag között. Ugye az igénybe vehető szolgáltatások terén a reklámmentes webalapú e-mail, amit csak prócsomaggal érhetsz el, apró hirdetéseket csak prócsomagosok adhatnak fel, illetőleg ugye a videóportálnál a saját videó feltöltésére csak prócsomaggal van lehetőség. Nézzünk most egy olyan dolgot, egy kérdévet szeretnék itt mindenkinek föltenni, kérném aktívan közreműködjetek, töltsétek ki, legjobb tudásotok szerint, de természetesen senki nem fogja ellenőrizni, és senki nem fog ebből semmiféle közvéleménykutatást kiadni. 6 kérdés van, kérem szépen görgessétek lefele, hogyha valakinek nem látszik mind a 6 kérdés, és legjobb tudásotok szerint x-eljetek kockázatokat, kattintsatok be a jelölő nézetekbe, lukakba, kockákba. Nem kell nagyon precíznek lenni, tehát nem fogom én ezt ellenőrizni, hogy ki mit x-elt, meg nem is tudom, hogy ki x-elt micsodát, tehát... Isten igazából ennek csak egy kis testítő jellege van, meg rávezető szerepe. Már eljutottatok, addig, hogy mindenre válaszoltatok, de 13-on vagytok rajtam kívül a teremben. Úgyhogy még várok egy kicsit, 9. Környékén alakulunk lassan. A 9-en már minden kérdésre válaszoltatok, ha jól látom. Na, elkezdem az első kérdésnek az ismertetésével, addig a többieknek, akik még nem értek az utolsó kérdésekre, még van egy kis idejük. Na, nézzük azt, hogy a tagja vagy-e Facebooknak vagy más közösségi oldalnak. Facebooknak 10-en vagytok tagjai, 4-en a Twitternek, 80 az Ügynek, 4-en a LinkedInnek, 7-en a Jeppának, ez nagyon jó hír, 14-ből 7, illetőleg egyéb közösségi portálnak 2-en. Hány ismerősöd van a közösségi oldalakon? 20 és 50 között egy ember írta be, 50 és 100 között 2, 100 és 200 között 1, 200 és 500 között 2, több mint 500, 4-en jeleztétek, úgyhogy lesz itt kapcsolati tőke. Azt mondja, hány olyan ismerősöd van, akit nem találtál meg közösségi portálokon, kevesebb mint 50 egy embernek, 20 és 50 között 5, 50 és 100 között 3, illetve több mint 100 egy embernek. Mennyi volt eddigi jövedelmed közösségi oldalaknak köszönhetően? 8-an jeleztétek, hogy hát gyakorlatilag semmi, illetőleg 2-en nyitátok, hogy kevesebb, mint 100 ezer forint. Szeretnél a plusz jövedelmet?
Itt 10-en válaszoltatok, itt is 10-en, mind a 11-en, tehát ilyen igennel válaszoltatok, mekkora havi plusz jövedelemmel lennél elégedett, na itt már van egy kis szórás, hál' Istennek most már azért kicsit optimistábbak vagytok, a 0-tól 100-ig senki nem írt, 100 és 200 ezer között egy ember írt, 200 és 500 között kettő ember, 500 és 1 millió között 3, illetőleg 1 millió fölött most már 4-en szeretnétek plusz jövedelmet. Na, köszönöm szépen az aktivitást, és akkor folytassuk gyakorlatilag magát a tájékoztatót. Nézzük tovább, hogy milyen különbségek vannak. Ugye most itt egy olyan diát mutatok, ahol az alapszabályokból adódó különbségeket próbál meg egy picit elmagyarázni. Ugye a JEPÁ közösségi oldalhoz csak meghívóval lehet regisztrálni. A meghívó kiküldése csak olyan tagok, pro tagok részére, bocsánat, a meghívó kiküldése minden tag részére biztosított, de aktiválni kell mindenkinek a partnerprogramot. Mi ennek a lényege? Ingyenesen és pro csomaggal egyáltalán, aki bejött, gyakorlatilag talál egy aktiválom a partnerprogramot gombot, erre rá kell kattintani. Ha valakinek netán többször rá kell erre kattintani, az ne jegyjen meg, ennek több oka is lehet, leginkább az egyik oka az, hogy esetleg a böngészetből kilépéskor törlődnek a sütik, ezt be lehet állítgatni, hogyha valaki nem tudja, hogy hol, akkor szívesen segítek, böngészője válogatja, úgyhogy azért nem fogok itt most kis előadást tartani, hiszen tudomásom szerint átlagosan az emberek 8-10 böngészőt is szeretnek használni. Másik lehetséges gond az lehet, hogyha otthon valami routeren keresztül közlekedik a számítógéped, ugye ilyenkor kifelé egy darab IP cím látszik, és ilyenkor a rendszer automatikusan mindig rákérdez arra, hogy te valójában ki is vagy, azért, hogy be tudja azonosítani rendesen a gépedet. Úgyhogy akinek ez többször megjelenik, mondjuk naponta egyszer, vagy kilépés után belép még egyszer, és ismét megjelenik, ne ijedjen meg, kattints rá, nyugodtan nem fog történni semmi, és megnyugtatok mindenkit, hogy nem fogja annyiszor megkapni az 50 eurót, hányszor rákattintott erre a gombra. Csak prócsomaggal csatlakozott tagok után részesülhetsz jutalékban. Ingyenes tagok nem kaphatnak jutalékot, a hozzájuk csatlakozott tagok, barátok, ismerősök után. Költségekben levő különbségekről beszélnék egy picit. Ugye az ingyenes csomag, az egyértelmű, hogy az ingyen van, semmilyen költséged nincs. Viszont ugye ennek az egy szépséghibája van, hogy így azért pénzt keresni nehéz, és ugye ha jól emlékszem, akkor itt egy ilyen tettél mindenki szeretne egy kis plusz jövedelmet szertenni. Költségek prócsomag esetén, ugye ezt már az elején mondtam, egyszeri költség 10 euró, ez egy regisztrációs díj, havi költség 10 euró, ez is 3000 forint. Gyakorlatilag a havi fenntartási költség, hogyha ezt bevetítjük a 30 napra, akkor napi 100 forintba kerül, ez nagyjából egy kávénak az ára, de az is csak az olcsóbb helyeken. Csatlakozáskor tehát a 20 eurót szükséges először befizetni. Nincs kötelezettséged, ugye ezt elmondtam, 30 napos pénzvisszafizetési garancia van. Nézzük a következő szlájdot, magáról a partnerprogramból egy pár gondolatot. Ugye kizárólag csak JEPÁ tagok csatlakozhatnak a partnerprogramhoz, tehát kintől olyan ember, aki nem tagja a JEPÁ közösségnek, nem tud a partnerprogramhoz csatlakozni. A JEPÁ partnerprogram keretében minden prótag ismétlődő havi részesedést kap 8 szint mélységig a meghívott prócsomaggal rendelkező barátok után, és ugye nem csak a meghívás számít, hanem az, hogy csatlakozzon is az illető. Többszintű jutalékrendszerünk van, az első szinten 2, a második szinten 1 eurót, a harmadik szinten levő prócsomagosok után fél eurót, az 50 centet kapsz, míg a negyediktől 8. szintig egységesen 25 centet, azaz 4 eurót fogsz kapni. Partnerprogram részlete, ugye gyakorlatilag megpróbáljuk kihasználni azt a lehetőséget, hogy itt ingyenesen tudsz hirdetni cégedet, vállalkozásodat, saját szolgáltatásodat. Ugye, mint tudjuk, a hagyományos tévén, rádión, interneten történő hirdetés egy kisebb fajta vagyonba kerül, és hát gyakorlatilag mi ezt próbáljuk meg nektek kompenzálni, ugye a 10 euróért. Egyszerűen megsokszorozzuk az elégedett ügyfeleink számát, és olyan iramban fejlődünk, mint akár a Facebook. Kompenzáljuk a felhasználókat, hogy hívják meg barátaikat, családtagjaikat, és csatlakozzanak hozzájuk. Nézzük a jövedelemekről egy pár gondolatot, egy pár számítgatást. Itt nagyon egyszerű módokat tudok megmutatni, hogy amikor egységesen mindenki kettő prócsomagos ember tud csatlakoztatni a rendszerhez, hát higgyétek el, nem ezért hívtunk ide benneteket, ugye 136 euró havi jövedelemről beszélünk, hiszen azt, hogyha kihangsúlyoznám, hogy a regisztrációs díj után nem kap senki jutalékot, tehát nem azért fizetjük az embereket, hogy behozzanak valakit, viszont a bent levő prócsomagos tagok után, akik fizetik a havi díjat, te a havi díjból megkapod a jutalékodat. Ugye ez azt jelenti, hogyha behoztál valakit,
aki meg van elégedve a szolgáltatásokkal, esetleg keres egy kis pénzt, akkor valószínűleg meg fogja hosszabbítani a kapságát, tehát neked rendszeres havi jövedelmet tud ebből származni. Ugye kettes mátrixról beszélünk itt, hát ez 136 euró, 38 ezer forint, higgyétek el, ennél sokkal több pénzt lehet itt keresni, mindjárt mutatok egy kicsit jobb bandát, itt már három szócsomagos tagot hoz be mindenki. Ugye ilyen valószínűleg soha nem lesz, hiszen lesz olyan ember, aki 20-at, 30-at, akár 150 embert is be fog tudni hozni, lesz olyan ember, aki viszont nem fog behozni senkit, vagy elvétve egyet-kettőt. Úgyhogy ez egy hipotetikus feltételezés, hogyha hármat hozol be, ugye mindenki hármat hoz be, akkor viszont már jól látszik, hogy egy nem lineárisan, hanem egy exponenciálisan növekvő jövedelemről tudunk beszélni, hiszen ebben az esetben már 2478 eurót tudsz egy hónapban keresni, ez 694 ezer forintnak megfelelő összeg. Csak azért, hogy lássátok, hogy mi lehetőség van ebben az üzletben, ha csak négy embert hoz be mindenki, ugye még ez is egy feltételezés, akkor ugye már hatalmasra tudjuk a jövedelmet, hiszen 21.880 eurót tudsz abban a hónapban keresni, ez közel 7 millió forint, 6,5, 6 millió 200 ezer forint környékén levő bruttó összeg. Kihangsúlyoznám, hogy bruttó összegről beszélünk, az adózást mindenkinek saját magának kell bonyolítani, egy külföldi cégről beszélünk, a külföldi cég ugye kifizeti a jutalékodat, neked mindenkinek a saját otthonában el kell dönteni, hogy hogyan és mi módon kell adózni. Ebben tudunk segíteni a magyaroknak, a külföldön levő magyaroknak sajnos nem, ők keresenek egy szakértőt. Mutatok egy olyan áldát is, amikor, ja, bocsánat, még azt elfelejtettem mondani, de most hozzáteszem, tehát ezt a számolós táblát mindenki el tudja érni jövedelem kalkulátor link alatt a weboldalán, teljesen mindegy, hogy milyen csomaggal rendelkezik, tud számolgatni, tud tervezgetni, hogy mekkora jövedelme fog keletkezni a következő hónapokban. Ez a számítási módszer már nem egyéne egységes, meg egyforma, itt megpróbáltam egy kicsit életűbb példával esetelni, hogy mekkora jövedelmeket lehet szertenni. Nem számoltam ezt végig, gyakorlatilag 8 szintig, csak 6-ig, és abban számoltam, hogy minden behozott embernek csak a fele fog átváltani tócsomagra, és körülbelül úgy van, hogy ez bejár is. Persze biztos lesz, aki ennél jobb arányokat is el fog tudni érni, és valószínűleg lesz olyan, aki nem fogja tudni ezt a 50%-os arányt elérni. Ha végignézegetitek itt a számokat, anélkül, hogy lementem volna a 7.-8. szintre, ugye jelentősen megnyomna ezt az összeget, hiszen ott már hatalmas számok emberekről beszélünk. Így is 1.438.000 forintot lehet keresni, csak 6 szint után. Nézzük most inkább azt, hogy mit is kell csinálni. Következő lépések. Ugye épp vagy te, és még nem vagy a Jeppár közösségi portál tagja, akkor nagyon gyorsan keresd meg azt az embert, akitől hallottál Jeppár közösségi oldaláról, és kérd meg, hogy küldjön neked egy személyre szóló meghívást. Miután megkapod a személyre szóló linket, regisztrálj be a rendszerbe. Az első bejelentkezésed után feltétlenül aktiváld a partnerprogramot, ugye ez egy darab zöld gombnak a megnyomása. Kérjük a meghívókat, küldj ki meghívókat ismerőseidnek, barátaidnak, teljes joggal tudsz onnantól kezdve küldeni, viszont ha pénzt akarsz keresni, akkor gyakorlatilag ugye válaszd a tó előfizetést. Hogy küldhetsz ki meghívókat, ezekről egy kicsit később fogok beszélni. Minden meghívott prótag után havi ismétlődő jutalékot kapsz, 8 szint mélységig. Más szóval a prótagok havi részesedést kapnak a cég árbevételéből. Csatlakozz online képzési rendszerünkhöz, hívd meg a barátaidat, ismerőseidet, vagy küld nekik ingyenesen letölthető bemutatót. Részletes információk a Jeppár oldalon elérhetők, úgyhogy én javaslom, hozzatok ismerősöket minél többet, itt korrektül el fogom nekik mondani, hogy miről is szól ez az üzleti lehetőség. Aki prócsomaggal rendelkezik a partnerprogram segítségével, már meg tudja nézni, a jutalékait nyomon tudja követni folyamatosan, hogy mennyi pénzt keresett odáig. Nézzük még egy technikai részleteket, hogy hogyan és mi módon tudsz hirdetéseket feladni. Gyakorlatilag mindenkinek megjelenik az oldalán, aki aktiválta a partnerprogramot, az ismerős meghívás a gomb, bal felső sarok környékén, egy szép zöld gomb, ha erre rákattintasz, akkor gyakorlatilag ennek, ez a képernyő jelenik meg, jobban ez a képernyőnek csak a teteje. Itt három blokkot fogsz találni, a felső blokk gyakorlatilag egy átlagos generáló linkre ad lehetőséget, semmi más dolgod nincs, meg tudod itt nyomni a meghívó link generálását, illetőleg találsz itt a hirdetésekhez szövegmintákat.
félreértések elkerülése véget ezeket az akkuhirdetéseket bármilyen portálon fel tudod adni, interneten meg tudod hirdetni. A portálunkon van össze hiába hirdetett, hiszen ott gyakorlatilag olyan emberek vannak már fent, akik csatlakoztak hozzánk. Viszont erre kiválóan alkalmas ez az általános link. Egy biztos, bármelyik szinten generálod meg ezt a linket, és ügyesen használod, akkor ezt hozzá fognak csatlakozni az emberek. Még egyszer felhívnám a figyelmet, tegnap itt volt egy-két daliban az esetből kifolyólag, hogyha valaki adta linket, adta meghívó levelet küldi tovább, amit ő kapott meg, és ő beregisztrált róla, akkor annak az ismerősének, akinek ő ezt tovább küldte, ezt ágában nem lesz hozzá csatlakozni, hanem az ő meghívójához fog csatlakozni, hiszen a link az gyakorlatilag azonosítja azt az embert, aki elküldte az eredeti meghívót. Úgyhogy erre nagyon figyeljetek, hogyha valakinek tetszik ez a lehetőség, akkor előbb regisztráljon be, aktiválja a partnerprogramot, majd utána kezdjen el saját linkeket generálni, és azokat küldje szét az ismerőseinek, akkor garantáltan hozzá fognak csatlakozni az emberek. Nézzük a következő meghívási lehetőséget, ugye ezt úgy hívom én, hogy egyedi meghívások. Ezt kifejezetten én azt javaslom, hogy akkor alkalmazzátok, amikor tényleg közvetlen ismerősök, barátok, akikkel napi szinten szoktatok kapcsolatban lenni, akár levelezésben, akár szóbeszédben, teljesen mindegy. Ugye ezeknek általában tudjátok az e-mail címét, 10-et adhatsz neki egyszerre, de hogyha abszolút egyéni üzenetet akarsz nekik adni, akkor én javaslom, hogy akár külön-külön is üldözgesd el, hiszen ugye ezekkel az emberekkel tényleg minden tudsz nagyjából, tudod, hogy milyen baja van, milyen óhaja van, milyen sóhaja van, milyen álmai vannak, úgyhogy ennek fényében tudod az egyéni üzenetet alakítani. Egy nagyon fontos dolog, ami az előző szlájdon látszott, hogy ugye ott egy három menüpontos dolog van, ugye van egy olyan menüpont, hogy függő meghívások, itt meg tudod nézni, hogy milyen meghívókat küldték ki, ugye ezek arról szólnak, teljesen mindegy, hogy általános vagy egyedi linket küldték ki, ezeket itt mindegyiket fogod látni. Ha egyedi linket küldték ki, akkor bal oldalon látod az e-mail címet, ha pedig általános linket generáltál, akkor természetesen az e-mail cím helyén nem fogsz látni semmit. Tudod ezeket a meghívókat törölni, illetőleg újra tudod küldeni. Az újraküldés mikor fordulhat elő? Jellemzően akkor, hogyha valamelyik szolgáltató elrakja a spamek közé, és hiába kergeted az ismerősödet, mert ő állítja, hogy semmiféle levelet nem kapott tőled, na viszont én akkor azt javaslom, hogy ne újra küld ezt a meghívót, hanem használd a másolás gombot, és a másolás gomb hatására ezen a dián látható kép fog megjelenni. Ki fogja neked a rendszer rajzolni azt az egyedi meghívót, amit legyártott az ismerősödnek, ezt Ctrl-C, Ctrl-V-vel másolt ki, és a saját levelező programodon keresztül küld ki ezt a meghívó linket, hiszen így biztosan meg fogja kapni, és nem kell arra gyógyítani az ismerősödet, hogy hogyan vadászta ki adott levelező program spam szűrőjén keresztül a spam listából. Egy nagyon hatékony meghívási lehetőséget mutatok, amikor a kapcsolt közösségi portálokon levő ismerősödet meg tudod hívni. Ugye mi kell ehhez, bejutod azon a portálon levő felhasználó nevedet jelszavadat, kiválasztod ugye a szolgáltatót, ugye, hogyha egy Facebookon ezen a képen, akkor most beszélünk a Facebookról, megnyomod az ismerőség adatainak betöltését, és a Isten igazából rendszer be fogja hozni a Facebookos ismerőségnek a nevét, képét. Ki tudod egyesével őket szeparálni, válogatni, hogy ki az, akinek küldeni akarsz meghívót, és ki az, akinek nem. Tehát nem szükséges csoportoknak, meg mindenféle kluboknak küldözgetni, akiknek a tagja vagy, elég, hogyha tényleg a közvetlen ismerőségnek kiküldöd, illetőleg hát még azok között is tudsz válogatni. Nagyon hatékony ez a módszer, hiszen egy-két gombnyomással végig tudod nézni az összes ismerősödet, és el tudod nekik küldeni a meghívót. Utána kiválasztod a következő portált, és folytathatod ugyanígy ebben a sorrendben. Nézzünk egy alapvető technikai dolgot, hogyha valaki prótagságra akar váltani, ugye jelen pillanatban a JetPal-hoz, a prótagsághoz szükséges fizetés PayPal keresztül kell bonyolítani. Mit kell tudni a PayPal-ról? Ez egy internetes bank, 1998-ban alakult, és gyakorlatilag mindenféle internetes fizetés közvetítésére specializálódott. Kifejezetten az a lényeg ennek a dolognak, hogy addig, ameddig idézőben a JetPal, mint eladó, nem fogja megtudni a te bankszámlaszámodat, addig a PayPal isten igazából ezt mindent eltitkolja, ő gyakorlatilag a pénzedet közvetíti, tehát mint egy banktranszert fog működni az egész, úgyhogy nyugodtan használhatjátok ezt a rendszert, higgyétek el, semmiféle visszaélése nem fog ez okot adni. Aki nem ismeri a PayPal-t, annak javaslom, hogy nézzen meg ezt a PayPal kötőjel
europe.com/magyar/index.html-et, gyakorlatilag ezen az oldalon utána tudtok nézni a PayPal mindenféle adottságának, hogy működik, mit kell csinálni, milyen módszerekkel, milyen használati feltételekkel lehet használni. Akinek van PayPal fiókja, természetesen annak nem szükséges újat gyártani. Magára a PayPal-ra, hogy lehet pénzt rakni, egyrészt, hogyha egy bankkártyát veszel mögé, akkor nagyon hatékony tud lenni, hogy maga a próbatagság aktiválásakor ezt a rendszer ki is kínálja, ki tudod követni az adatokat, ott lejártatod PayPal fiókodat is. Amennyiben viszont nincsen internetes fizetés alkalmas bankkártyád, Visa kártya, Master kártya, vagy hasonló, American Express, vagy pedig Maestro kártyát is elfogadja a rendszer, akkor azt is meg tudod csinálni, hogy a saját bankszámládról te kis közöddel utalgatod át a pénzt a PayPal fiókodra. Részleteket meg tudtok itt nézni, abszolút magyarul van, mindennek utána tudtok nézni, hiszen a PayPal-nak van magyarországi kirendeltsége. Maga az átutalás, amikor te utalsz, akkor egy unikreditest bankszámlája van Magyarországon a PayPal-nak, tehát forintot lehet utalni, nem kellene te átváltani euróra meg hasonlókat. Legfontosabb dolog, csapatban dolgozunk, nem vagy egyedül. Fordulj bátran a meghívóhoz, ha bármilyen kérdésed van, javaslatod van, illetve iránymutatásra van szükséged. Ez egy nagyon egyszerű és egyedülálló lehetőség, használd a rendszert és hozd ki magadból a legjobbat. Higgy a termékedben és szerezd határtalan jövedelmet. Remélem, hogy hamarosan fogunk találkozni a JEPÁL oldalon és a tájékoztatókon. Egy nagyon fontos dolgot itt megjegyeznék, legyetek vele tisztában, hogy a JEPÁL egy globális üzlet, ennek ellenére magyar szapportot is kaptok, tehát nem csak nem kell mindenféle okos módon angolul lefordítani a dolgokat, magyarul leírjátok, hogyha bármi gondotok van, akár a fizetés, beérkezés, kiérkezés, akár a rendszer működésében találtok valami olyan problémát, akkor ezt nyugodtan jelezzétek a szapport felé, magyarul ezt leírhatjátok. Következő oldal, mit is csináljál? Természetesen kérdezd meg a meghívódat, hogy ő egyetért azokkal, amit én itt most elmondok, hiszen nem mindenkinek én vagyok a meghívója. Ez egy globális lehetőség, tehát a világon bárhol van ismerősöd, nyugodtan hívd meg erre a lehetőségre, hiszen ez a lehetőség, ez egy globális közösségi portál, bármilyen nyelven be tud jönni valaki, bármilyen nyelven tudják használni. A mai napon én úgy gondolom, hogy érdemes megemlíteni, hogy további három országgal bővültek a portálunk tagjai, megjelent egy román illetőségű ember, megjelent egy Bulgáriából való illetőségű ember, illetőleg most már azt lehet mondani, hogy 10 országban vagyunk, 11, bocsánat, hogyha jól számoltam, de majd ez úgyis minden nap változni fog, úgyhogy ez majd nagyjából kerekítve mindig mondok egy számot. Ne tépkodd el a lehetőséget, az információt, mindenféle fórumon próbáld meg barátaiddal, ismerőseddel megmutatni, hogy itt egy ilyen lehetőség. Nagyon sok ember van Magyarországon, aki komoly anyagi problémákkal küzdik, és higgyétek el, nem csak Magyarországon. Akár ez a 100-200 ezer forint közötti plusz jövedelem, ez nem csak Magyarországon, hanem a világ bármely táján komoly kiegészítő jövedelem tud lenni, és higgyétek el, nem véletlen, amikor az emberek hallják a tévében, a világnak több mint a 90%-a el van adósodva, nem csak Magyarországon van szüksége az embereknek pénzre, hanem bárhol. Úgyhogy ha ismerősöd van a szomszédos országokban, vagy akár a világ másik végén, legyen ez Brazília vagy Ausztrália, nyugodtan küldd neki a meghívót, ha nem tud magyarul, hát akkor alkalmazd a Google fordítót, és akkor valamilyen szinten csak meg fogja érteni, hogy mit is akarsz. Itt ne adunk senkinek meghívó linket, tehát hogyha te idehoztál valakit erre a bemutatóra, akkor az biztos, hogy nem fog itt linket kapni se tőlem, se senkitől. Kizárólag vissza fogjuk irányítani te hozzád, te hívtad meg, tőled kérjen meghívót, és onnantól kezdve hozzád is fog beregisztrálni. Természetesen a legfontosabb dolog, hogy kezd el kiküldeni meghívókat, kezd el propagálni a dolgot, akár apróhirdetés módon, abban a saját weboldalad nyugodtan megreklámozhatod, mint ahogy most már látom, hallottam is, hogy van egy-kettő tagunk, aki ezt meg is csinálta, nagyon ügyesen, nagyon frappánsan, és egyre inkább felkeltjük az érdeklődést. Nyomulunk előre az alexa.com-on, ez egy olyan weboldal, ami a weboldalak látogatottságát méri. Hát én úgy gondolom, hogy a jövő héten már bőven az 1 millió belül leszünk, múlt héten még bőven a 3 millió kívül voltunk, úgyhogy nagyon komolyan lépdelünk előre. Az időzítés kiváló, hiszen egy nemrég induló globális üzlet forgalmával fog tudni részesedni. A partnerprogram senkinek sem kötelező, tehát nyugodtan hívja meg embert, itt nem arról van szó,
hogy csak az jöhet be, aki hálózatot fog építeni, embereket fog behozni, meg miféle butaságot tudnak Magyarországon az emberek mondani. Így gyakorlatilag semmi nem kötelező, viszont ha akarsz pénzt keresni, akkor ez a feladat, el kell terjeszteni a közösségi portált, és nem Magyarországon, hanem a világon, ezt még egyszer kihangsúlyozom. Lényegében ennyi lett volna mondani valóm, én megköszönöm mindenkinek a figyelmét, látom, hogy itt közben már jött egy-két kérdés, úgyhogy most, mivel nem kell a felvételt lállítsam, köszönhetném itt a kedves szolgáltatónak, ezért most azért kérek egy pár percet tőletek, hogy itt megnézem, hogy milyen kérdések jöttek, illetőleg tehettek föl további kérdéseket, most már a chat panelen is nyugodtan írhatjátok, hogyha közérdekű a dolog, és mindegyikre meg fogom válaszolni a legjobb tudásom szerint az információt. Jó, egy kis türelmeteket kérem, megpróbálom megolvasni, hogy ki mit kérdezett, és ki mit esetleg véleményezett itt a dolgokba. Jó, türelmeteket kérem, addig lehet kérdéseket fölírni.